Eladás, felvásárlás, hitelügyintézés, minden egy helyen. A műsor támogatta a 24 éves Bécsi Autópark. A bútorokat biztosította a Valiani.hu, ahol most akár mekkora összegért is vásárolsz, a J-Time 10 kóddal 10% kedvezményt kapsz. Az egy kanapén egy saját gyártású műsor, ami nektek köszönheti, hogy alkotói szabadságunkat megőrizve rendszeresen létrejöhet. Ha megnéznéd a beszélgetés vágatlan verzióját, kíváncsi vagy, kik lesznek a vendégeim a jövőben, esetleg kérdeznél tőlük, vagy részt vennél egy forgatáson, csatlakozz a patronálóinkhoz. Részletek a leírásban. Köszönjük! Egy kanapén Dobrev Klárával. Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna, és hát egy újabb egy kanapén résszel érkeztünk, ami egyébként ennek az évadnak is a lezárása. Hát anyák napja több szempontból is fontos volt sokaknak, és azt gondolom, hogy talán a DK szimpatizánsoknak abból a szempontból, hogy bejelentette Dobrev Klára, hogy miniszterelnök jelölt lesz, vagyis szeretne majd egy adott ponton miniszterelnök lenni, és most el is jött hozzám, hogy erről beszélgessünk, erről és minden másról. Itt van velem Dobrev Klára. Szia! Szia! Hello. Köszönöm a meghívást! Hát ne viccelj, figyelj, most már megmondták, hogy egymásnak adják a kilincset nálam itt a baloldali politikusok. Továbbra is azt mondom, várom én a jobboldaliakat is, tehát nincsen ezzel probléma. De tényleg én meg köszönöm, hogy eljöttél, mert tudom, hogy azért bokros teendőid között erre most egy időt szakítani azért nem volt egyszerű. Na, hát kávé mindenkivel a gyerekkoránál kezdem. Viszont a te gyerekkorodat azért egy-két dolog mondjuk úgy, hogy beárnyékolja. Ugye a te nagyapád, apró Antal, arra vagyok kíváncsi, hogy te, mint az unokája, te hogyan emlékszel nagyapádra? Mert az, hogy emberek hogyan emlékeznek, azt pontosan tudjuk, de te, mint neked a nagyapád, te őt hogy láttad? Én nem tudok erről úgy beszélni, hogy csak az emlékeimről beszélek, hanem akkor beszélek arról a kettős érzelemről, vagy hozzáállásról. Természetesen gyerekként nekem apró Antal a nagypapám. A nagypapám, aki egyébként nagyon szépen rajzolt, és néha titokban helyettem megrajzolta a házi feladatokat az iskolába. De felnőtt fejjel nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy az a politika, amit ő képviselt, az a hatalom, amiben ő részt vállalt, az számomra elfogadhatatlan. Ő 94-ben meghalt, akkor 22 éves voltam, de igazán már 89-90-től egy ilyen lassú leépülés állapotában volt. Tehát akkor, amikor én nagykorú lettem, vagy én elkezdtem egyáltalán foglalkozni közélettel vagy politikával, akkor már nem nagyon lehetett vele beszélgetni. Az viszont biztos, hogy számomra ez egy ilyen folyamatos feladat is, hogy nekem meg kell mutatnom, hogy az a politika, amit ő képviselt, az nekem elfogadhatatlan. És most, hogyha olyanokat mondok, hogy milyen politikát képviselt ő? Egy pártrendszert, olyat, amely a közszolgálati médiát besorolja egy párt uralma alá, olyan, amely a gyakorlatilag fogja és kisajátítja azokat az intézményeket, rendőrség, ügyészség, bíróság, és ezek nem függetlenek. Hát, aki áthallást vél felfedezni, annak lehet, hogy igaza van. Na, én most is azért harcolok, hogy az a világ ne jöjjön vissza. Jó, de például ami akkor volt és most nem, ugye például a kivégzések, és Nagy Imre kivégzésében elég szépen szerepet is vállalt. Egyébként pont a férjed mondta azt, hogy ő a modern kor Nagy Imréje, ugye ő így fogalmazott. Azért ez egy nagyon fura dolog, hogy te a modern kor Nagy Imréjével élsz együtt, viszont a nagyapád volt az, aki kivégeztette tulajdonképpen, és részt vett a koncepciós perben, és részt vett Nagy Imre kivégzésében. Ez ugyanúgy hozzátartozik a nagyapám ilyen politikai örökségéhez, amihez nekem van egy nagyon erős viszonyom, egy nagyon erős elutasító viszonyom. És a magam felnőtt életében és a gyerekeim életében is ezt képviselni akarom. De hogyha ezt kérdezed, akkor ez nem csak közéleti szereplőként feladatom, hogy a magam politikájában megmutassam azt, hogy én ezt a világot mélységesen elítélem, hanem anyaként is ez feladatot jelentett nekem. Amikor a gyerekeim tanultak például 56-ról, akkor emlékszem, hogy esténként nagyon sokat beszélgettünk a forradalomról. És nem győzök hálás lenni Jánosi Katalin barátságáért, Jánosi Katalin Nagy Imre unokája.
és mi nagyon-nagyon sokat találkoztunk, beszélgettünk, és minden évben többször el is mentünk a Nagy Imre házba a gyerekeimmel, Annával, Tamással, és most, hogy Marci egy kicsit nagyobb lesz, akkor majd őt is viszem, és Jánosi Kati barátsága és beszélgetése nagyon sokat jelentett. Ott ült egymás mellett Nagy Imre unokája és Apró Antal unokája. És nekem ez lelkileg is egy fontos élmény volt, és még jobban megerősített abban, amiben én felnőtt emberként hiszek. Ha lett volna lehetőséged egyébként a nagyapáddal beszélgetni úgy, hogy ő még rendben van, és felfogja, amit mondasz, mit mondtál volna neki? Hát azt mondtam volna neki, hogy nincs olyan cél, és nincs olyan jónak gondolt gondolat, amely igazolná azt, hogy az ember gonosz, és gonosszá válik. Köznapi nyelven szoktuk mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kiközvezve, és nagyon sokszor védekeznek egyébként kommunisták, vagy védekeztek, hogy de hát ők mindenki számára szeretnék elhozni majd a boldogulást és a gazdagságot. Nem lehet erőszakkal, nem lehet hazugsággal, nem lehet gonoszsággal előre menni, és már pedig az a rendszer az hazug volt, és gonosz volt. Hát édesanyád, mondhatjuk, hogy karrierista volt, nagyon szép karriert futott be, üzletileg és politikailag is. Édesapáddal kapcsolatban pedig azt leltem, azt találtam meg, hogy ő pedig a bolgár titkosszolgálatnak volt a tagja. Mindjárt erre is kitérek. Azért azt hozzáteszem, hogy Origo Mandiner és társai, csak ezek írtak erről. Akkor tisztázok, az édesapád titkosszolgálati ügynök volt? Nem. Ráadásul azért nevetek ennyire, mert aki ismerte az én édesapámat, most már 20 éve meghalt sajnos, az pontosan tudja, hogy hát ő egy ilyen igazi mókamester volt. Tehát elképesztő boldogan sétálgatna föl alá, és mutatkozna be mindenkinek úgy, mint My name is Dobrev. Petár Dobrev, és lubickolna ebben a feltételezésben. De figyelj, a jó titkosszolgálati ügynökről még a családja sem tudja, hogy titkosszolgálati ügynök. Igen. Tehát akkor lehet, hogy titkosszolgálati ügynök volt, csak nem tudják. Hát csak annyira eltitkolt, hogy csak hát nem. Hát egy jó titkosszolga volt. Ami miatt ez egyáltalán elterjedhetett, és az általad említett sajtóorgánumok ezt rendszeresen felhozzák, az, hogy a Dobrev név, ami persze Magyarországon egy egész különleges névnek hangzik, de Bulgáriában nagyjából olyan, mint a Kovács. Na most van egy hosszú listám Dobrevekről, akik írók voltak, meg színészek, úgyhogy velük is összehozhattak volna, vagy szerintem sokan ismerik Nina Dobrev nevét, aki ugye amerikai színésznő, gyönyörű szép amerikai színésznő, sajnos ő sem rokon. Mennyi időt tudtak egyébként veled tölteni? Tehát, hogy azért az a fajta karrier, amit anyukád a magáénak tudhat, amellett egyébként mennyire tudott ő anya lenni, mennyire tudott ő téged nevelni, mennyire volt jó kapcsolatod a szüleiddel, mit hozol tőlük? Nekem édesanyámmal nagyon jó a kapcsolatom, mind a mai napig, de a miénk egy ilyen felnőtt beszélgetős kapcsolat. Tehát ez tény és való, hogy ő nagyon sokat utazott, ő külkeres volt, és édesapám volt a klasszikus anya szerep, ugye ezt így szoktuk mondani, tehát ő volt az, aki mit tudom én, megfőzte a vacsorát, vagy velem volt, vagy éppen elvitt edzésre. Viszont édesanyámmal meg egy ilyen nagyon felnőtt, nagyon intenzív beszélgető szerepünk van mind a mai napig, és ugyanezt látom, hogy fölépítette az unokáival is. Úgyhogy nálunk a Pite, ahogy Marci hívja a nagymamáját, az a legfontosabb pont, akivel mindent meg lehet beszélni. A játszótéri problémáktól kezdve a szerelmeken át, a pályaválasztástól, egészen addig, hogy most mit vegyek be arra, hogy fáj a fejem. Úgyhogy kicsit különböző kapcsolat volt a szüleimmel, de valahogy ez a kettő ez összeadódott. Szerencsésnek mondhatom magam. Fura, egyébként úgy érzed, vagy hogy érzed, hogy a történelem így megismételte önmagát ezekből a szempontokból? A családi munkamegosztás az nálunk érdekesen alakul. Ugye azt mindenki tudja, hogy Feri nagyon jól főz. Ennek megfelelően minden, ami a főzéssel és a konyhával kapcsolatos, az otthon az ő feladata. Tehát ő vásárol, ő főz, az esetleg csenged a konyhába? Mosogat. De van egy fotelem. Jó, hát sem rossz. Van egy fotelem a konyhában, és oda leülhetek, és beszélgethetünk. Mondjuk főzési tanácsokat azt ne adjak, azt nem veszi jó néven. Na hát, ha már Feri, Balaton összed azért két nagyon fontos dologról híres. Mind a kettő nagyon érintette az országunkat. Az egyikről mindenki tud, lehet, hogy a másikról már kevésbé, hogy ti összedön ismerkedtetek meg, ugye?
Hogy történt ez? Hogy beszéljünk az első nagy összödi beszédről, amit ő tartott neked, és ami nem szivárgott ki. Hát azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor oda jött hozzám, én akkor a szüleimmel nyaraltam, éppen Indiából jöttem haza, egy diák munkaprogramon voltam Indiában. Ugye... A pénztárgépeket árultál, vagy mi volt? Faxgépeket, na már fogaljuk, azt se tudod, hogy mi az a faxgép? Hogy ne tudná, nagyon furán recsek a hívom, nem is értem, hogy miért van még ilyen gép. Faxgépeket kellett árulnom Indiában, én nem voltam túl sikeres a faxgép árusításban, viszont Indiába beleszerettem. És ő is akkor ott volt, és amikor elkezdtünk, egy társaságban voltunk, és elkezdtünk beszélgetni, és nagyon izgalmas volt, intellektuálisan is, és mindaz, amit mondott. És ha jól emlékszem, akkor az első mondata felém, az valami a ruhámat kritizálta, vagy valami hasonlót, hogy magának nincs valami normális ruhája, csak ilyen szakadt farmere. És én is aztán, mi van itt? De azt elérte, hogy azonnal felfigyeltem rá. Akkor ő még házas volt, ugye? Igen. Téged ez nem zavart? Dehogy nem, hát most 22 évesen senki nem arról álmodozik, hogy egy olyan férfiba szeressen bele, akinek felesége van és két gyereke, de ezt valahogy mindig úgy kezeltem, hogy ez nem az én dolgom. És egy házasság lezárása az mindenféleképpen annak a két embernek a dolga, akik így döntenek. De ez akkor már lezáródóban volt egyébként, vagy miattad lett lezáródó? Nem, ez már lezáródóban volt. De nagyon jó a viszony Feri volt feleségével is, ugye a nagyfiúknak az édesanyja, úgyhogy mi együtt ünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, együtt ünnepeljük a karácsonyt, a húsvétot, valahogy az egész mindig arról szólt, hogy nekünk mindannyiunknak így, nekem is, Edinának, Ferinek, hogy egy dolgunk van, hogy a gyerekek jól legyenek. És ebben mindenkinek megvolt a maga feladata és maga munka megosztása, és ez nagyon intelligensen és nagyon jól alakult az elmúlt évek során, én nagyon hálás vagyok neki. Férjed a könyvében azt írja, hogy miután ti összeköltöztetek, demonstratívan te nem mosogattál el utána, sőt, hát azért tudunk olyan, és amikor te kikérted magadnak az asszonyjelzőt, te inkább feminista vagy? Vagy ezek valamilyen komplexusok? Vagy ez miért zavar ez téged ennyire? Egyáltalán nem, hát amikor a Ferivel... Vagy kamuzott a könyvében? Nem. Amikor a Ferivel megismerkedtünk, akkor hát az első másfél-két évben mi rendesen küzdöttünk egymással. Tehát, hogy az ilyen, hogy kialakuljanak a szerepek, hogy kinek mi a feladata, kinek mit kell csinálnia. És nagyon érdekesen megmutatkozott, hogy nagyon különböző kulturális háttérből jövünk. Ennek nagyon sokfajta része volt, nagyon-nagyon szegény családból jött, sokkal szegényebből, mint amit egyébként a szocializmusban lát az ember, vagy elviselt. Én egy elit családból jöttem, ugye ennek az egész szocialista rendszernek a tetején lévő családból. Ő egy olyan családból jött, ami nagyon hagyományos munkamegosztás volt anya és apa között, tehát hiába dolgozott Katus mama, az anyósom három műszakban a textilgyárban, az fel sem merült, hogy ne az ő dolga lett volna a takarítás, mosás, főzés, bevásárlás. És tudod, amikor az ember ebben felnő, akkor kell egy ilyen rácsodálkozás, hogy ezt lehet máshogy is csinálni. Én pedig egy olyan családból jöttem, ahol az én édesanyám az nagyon sokat utazott, nagyon sokat dolgozott, apám volt az, aki mindig otthon volt, és ő volt az, aki ellátott, és ezt úgy össze kellett csiszolni, és tényleg volt egy olyan veszekedésünk, hogy ki fog elmosogatni. Mondjuk ketten éltünk, és azt hiszem ez a veszekedés ez akkor kezdődött, amikor elfogytak a poharak. És ki mosogatott el, ezek szerint ő? Ő. Ma még veszekedtek ezen, vagy már vettetek egy mosogatógépet? Hát nem. Ma már nem veszekszünk ezen. Nagyon jól kialakul, és szerintem valószínűleg ez is a jó házasságnak a titka, hogy egyrészt összecsiszolódnak az emberek, másrészt pedig, hogy kialakulnak azok a szerepek, hogy ki mit visz. És ez nem azon múlik, hogy ki a nő és ki a férfi, amikor munkamegosztásról van szó, hanem hogy éppen Feri például nagyon jól főz, jó a fantáziája az ételekhez, ezért nem tekinti ezt akkor nem tudom, egy nőies feladatnak, hogy ő főz. A
szülői értekezletekre pedig én járok, és én vagyok az, aki odafigyelek, hogy a gyereknek be legyen pakolva a táskája, ott legyen a osztálykiránduláson, be legyen fizetve az osztálypénz, és hogy a családi nyaralás az össze legyen rakva, hogy egyik gyerek sem tűnjön el, hiszen azért mi rengeteg gyereket neveltünk, ott néha Excel táblába raktam őket, hogy ki hol van. Hát ne, ugye összesen? Igen. Hét gyerek. Figyelj, ez már olyan, mint egy jó hetedik Mennyország epizód, ami szappanfor, hogy mindig jön le valaki a lépcsőn, de már nem tudod, hogy ki, de mindig valaki megérkezik a fináléba. A legjobb barátnőmnek volt egyszer egy mondat, hogy Klára, nálatok annyira jó lenni, mint egy ilyen nagy olasz család, hogy sok gyerek, hangzavar, kutya, macska, mindenki rohangál, és milyen jó utána hazamenni a csöndbe. Ugye meséltél arról, hogy hát ő azért elég szegény családból jött. Viszont ez azért nem tartott olyan sokáig, mert tulajdonképpen a ti házasságotokat követően azért az ő politikai karrierje, meg úgy általánosságban a karrierje felfelé ívelt. Ez nem így van. Nem. Én úgy ismertem őt meg, hogy akkor ő már egy önálló vállalkozást vezetett, ő akkor már az egyik legnagyobb magyar tulajdonú tanácsadó cégnek volt a tulajdonosa és vezetője. Ez jóval azelőtt, mielőtt mi meg. De akkor még politikai sikereket nem tudhatod magáért. Nem, akkor a politikával egyáltalán nem foglalkozott. Mert hogy sokan azt mondják, hogy ezek a többek között ezek a sikerek édesanyádnak is köszönhetőek. Miért gondolhatják ezt az emberek, hogy ott azért köze van az anyósnak bizonyos dolgokban? Ugye pont az előbb mondtad, hogy a te anyukád azért nagyon központi személyiség a családban igazából. Ő a mély királynő. És akkor... Ha azt kérdezed, hogy miért gondolhatják, akkor azért, amiért az apám kapcsán is már beszéltünk. Mert jó, de van igazság alapja? Nincsen, mert Origót meg pesti srácokat olvasnak. Nincsen. Ahogy mondtam neked, amikor én Ferivel megismerkedtem, akkor ő már egy nagy tanácsadó cégnek volt a vezetője és tulajdonosa, és csak utána ismerkedtünk meg, és azok az üzleti sikerek, amelyeket ő elért, abban semmi szerepe nem volt az én anyámnak. Ugye édesanyám, ami sokszor felmerül kérdésként, hogy édesanyám akkor éppen egy bank elnöke volt, de és attól a banktól kapott 10 másik bankkal együtt egyébként valamekkora hitelt a Feri cége, amely hitelt aztán visszafizetett, amit aztán továbbment. Szerintem ne olvassunk Origót meg Pesti srácokat. Hát nekem néha muszáj, mert jöttek hozzám, igen. Tudod, és nem lehet, hogy csak a 444-ről. Veszélyességi pótlékot kell, hogy kapjál ezért. 444-ről tájékozódok, az nem lehet. És azért is érkeztünk a második nagy összedi eseményhez, ez pedig ugye 2006-ban volt, amikor az összedi beszéd néven elhíresült Gyurcsány monológ nyilvánosságra került. Aztán utána nem sokkal később konkrétan lángokban állt a főváros. Te, mint feleség, mint anya, és majd utána kitérünk ennek a politikai részére is, de első körben ezekre vagyok kíváncsi. Nagyon megrázó dolgokat mondott nekem a Feri, mikor itt ült a kanapén. Én kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy élted meg, te ezt hogy láttad ezt az egészet? Politikai értelemben megrázott. Feleségként pedig azt tudom mondani, hogy én olyan mélységesen értettem, átéltem és éreztem azt, amit a Feri ezzel a beszéddel el akart mondani. Én mérhetetlenül büszke voltam arra a beszédre. És persze egyébként, hogyha megkérdezed, hogy hányszor szóltam rá a Ferire az elmúlt 25 évben, hogy ne káromkodjon, hát akkor rengetegszer. És anyaként, mikor pici golyóálló mellényt vittek a gyerekeidnek, akkor sem mondtad azt a férjednek, hogy Feri, lehet, hogy le kéne mondanod. Ez már nem játék. Tehát van ez ország, meg van a mi családunk, meg vannak a gyerekeink, és valahol meg kell húzni azt a lélektani határt. Ha a gyerekünk élete van veszélyben, vagy mondjuk az, hogy a telemondásod, és ezt a kettőt a mérleg serpenyőire tesszük, akkor inkább mondj le. Ha azt kérdezed, hogy mennyire rettentem meg, akkor nagyon. Jól emlékszem, akkor bementem hányni a fürdőszobába, pedig nem vagyok egy ilyen. Mert ez egész egyszerűen szinte elviselhetetlen. Utólag tudjuk, hogy egy kicsit túlzottan, vagy túlzóak voltak azok az aggodalmak, amelyek akkor a rendőrség és a kormányőrség környékén voltak, de teljesen mindegy, abban a pillanatban azért ez nem tűnt feleslegesnek. És azonnal az első dolgom az volt, hogy meg is szerveztem azt, hogy a gyerekek azok egy baráti házaspárhoz mentek egy hétre. Nem is mentek iskolába, egy hétig máshol voltak, olyan helyen, ahol senki nem tudta, hogy hol vannak. Éppen azért, hogy biztonságban tudjam őket. De lehet, hogy én másképp vagyok bekötve. Én
Én nem akkor tudom a gyerekeimet biztonságban, ha elmenekülünk. Én nem akkor tudom a gyerekeimet biztonságban, hogyha föladom. Én akkor tudom a gyerekeimet biztonságban, mert itt Magyarországon akarom őket biztonságban tudni. Hogyha minden erőmmel azon vagyok, hogy ne lehessen ez az ország olyan, ahol bárki gyerekére, és teljesen mindegy, hogy ez kinek a gyereke, bárki gyerekére golyóálló mellé, bárkinek az eszébe jusson, hogy a gyereknek kell golyóálló mellé. És hogyha azt akarom, hogy ezek a gyerekek itt boldogak legyenek, már pedig én azt akarom, hogy az én gyerekeim is itt Magyarországon legyenek boldogok, mint mindenki másé, akkor ha elmenekülök, ha elfutok, ha bedugom a fejem a homokba, akkor egy életen át szenvedhetek attól, hogy jaj, gyerekek, most ez szabad, ez nem szabad, jaj, ezt most így ne csináljátok, jó, hogy maradjunk csöndbe. Én nem tudok így élni. És nem akarom, hogy a gyerekeim így éljenek. Úgyhogy ha arra vonatkozott a kérdésed, hogy mi volt a válaszom, akkor az volt a válaszom, hogy Feri, mutassuk meg neki, hogy, nekik, hogy mi az igazság. És küzdjük végig. Mert ha erre megy az ország, amit akkor ott láttunk a fuci huligánokkal, ha arra megy az ország, hogy nem lehet normálisan beszélgetni, ha arra megy az ország, hogy nem lesznek viták, hogy nem lehet mást gondolni mondjuk az egészségügyről vagy az oktatásról, mert azonnal hazárulóvá válsz, és megpróbálnak elkergetni a közéletből, akkor ez egy olyan ország lesz, ahol senki nem fogja jól érezni magát. És nem állítom, hogy nekem van igazam, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan másképp döntöttek volna az adott helyzetben. De én ilyen vagyok. Én nem tudtam volna leélni az életemet, és nem tudnám most sem leélni az életemet, ha csöndben a sarokban maradnék. És úgy érezném, hogy a saját gyerekeimet is elárulom ezzel. Vagy a jövőjüket. Voltak viszont, akik nem kaptak golyóálló mellényt, és rájuk is lőttek. Volt, aki a szemét veszítette el ott a zavargásokban. Mennyire látod felelősnek a te férjedet ebben az egészben? Mennyire tudod azt mondani, hogy hát azért itt a miniszterelnöknek, aki jelen esetben ugye a Gyurcsány Ferenc volt, azért ebben neki is volt jócskán felelőssége. Mert hogy mai napig egyébként azt hallgatjuk, és hogy talán a népszerűtlenségének az egyik oka az az, hogy akárhányszor felmerül Gyurcsány neve, akkor arra az a kontra, hogy a te családodban mindenkinek a szeme épp, vagy te nem voltál ott, hozzáteszem, én ott voltam, hozzáteszem, én nyertem a könyvgázt, és én is tüntettem, és én sem értettem ezzel egyet. Gyerek voltam még, ettől függetlenül viszont én megúsztam viszonylag épp bőrrel, de volt, aki nem, volt, aki a szemét hagyta ott. Ugye akkor, amikor 2006 őszén, amikor a zavargások voltak, akkor lehetett látni a képeken, hogy mi történik a városban. Autókat gyújtogattak, nagyon sok rendőr megsérült, több rendőr sérült meg súlyosan, mint tüntető. Jó, egy rendőr, amikor rendőrnek elbocsáss meg, hogy szabad vágok, ő vállalja azt, hogy megsérült. Tehát, hogy valószínűleg, hát hogyha én könyvelőnek megyek, akkor valószínűleg nem fognak engem tüntetők dobálni macskakővel, mert hogy nekem ott nem lesz dolgom. Csak a rendőrnek az is a dolga, hogy azokat, akik rá a macskakövet dobálják, és akik fölépítik a barikádokat, meg felgyújtják az autókat, akkor azokat viszont valamilyen módon leállítsa. Tehát aki rendőrnek megy, akkor az a feladata, hogy rendet rakjon. Az biztos, hogy nem voltak fölkészülve, pszichésen sem voltak fölkészülve arra, hogy mit kell olyankor csinálni, amikor iszonyatos mennyiségű ember rád támad, és ebben igazad van, aki rendőrnek megy, az ezt vállalja, csak akkor meg kell őt tanítani rá. És persze lehet mondani, hogy soha életükben nem találkoztak még ilyen, maximum a Fradi Újpest meccs után kellett néha pár tucat embert szétválasztaniuk, de alapvetően ezt a fajta agressziót, amivel ott szembesültek, azt fogalmuk se volt, hogy hogyan kellett kezelni. És voltak is rendőri túlkapások. De ami a legfontosabb, és erről ugye soha nem beszél a Fidesz média, hogy mi lett a következménye a 2006 őszén történteknek. Annak, hogy a teljes rendőri szervezet, amely ezzel foglalkozik, azt átszervezték. Új vezetőket kapott, új kiképzési rendet, elküldték azokat, akik nem voltak megfelelőek, és nem jól irányították ezt a szervezetet, és mára azt látjuk, egyébként nagyjából 2-3 évvel már 2006 után is, tehát a 2010-es kormányváltás környékén, fölépült egy egyébként rendkívül hatékony és jól működő rendőri szervezet. Nem igaz, hogy nem volt következménye annak, hogy ilyen drámaian leszerepelt a rendőrség. Volt következménye, és egy miniszterelnöknek e tekintetben politikai felelőssége van. Az a felelőssége, hogyha azt látja, hogy nem volt felkészülve a rendőrség, pszichésen sem, hiszen a túlkapások azok mindig azért vannak, mert pszichésen sincsenek rendesen fölkészítve, akkor megteremtse mindannak a fedezetét anyagilag, szervezetileg, emberileg, hogy ez megtörténjen.
De mégis a kétharmad az ott van. Ezt mennyire köszönhetjük Gyurcsány Ferencnek? Amikor Trump megnyerte a választásokat, akkor nagyon sokan cikkeztek arról, hogy ez vajon mennyire Obama bűne. Hogy Obama a hibás azért, hogy Trump megnyerte a választásokat. Hogy nem nyert volna egy ilyen pökhendi, néhol rasszista, láttuk a Black Lives Matter mozgalmaknak az eredetében, egy ennyire populista, hogyha Obama nem lett volna ennyire liberális, ennyire nyitott, ennyire demokrata, hát most nem tudom másképp megfogalmazni. És persze a politikában biztos, hogy van mindig hatás vagy ellenhatás. Amennyire Obamát felelősnek tartjuk Trump győzelmért, azért felelősnek kell tartanunk az Orbán előtti kormányokat is Orbán Viktor győzelmért, természetesen. De muszáj valamit még hozzátennem. És az a mostani helyzetre is egy tanulság. Politikai küzdelmet a modern parlamentális demokráciában erős politikai pártok vívnak és politikusok vívnak. Abban a pillanatban, ahogy egy politikai közösség elveszíti azt a fajta szervezeti keretet, amit pártnak nevezünk, és ez történt a Szocialista Párttal 2010-ben, ugye az utolsó évben volt egy miniszterelnök Bajnai, aki magát válságkezelő miniszterként definiálta, de nem volt politikai vezetője ennek a közösségnek, és nem volt politikai, erős politikai közösség, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha feltartott kézzel menne egy csatába, vagy pedig, nem tudom én, összekötözött kézzel az úszóversenyre, attól függ, hogy kinek mit tett, vagy összekötözött lábbal a foci versenyre, attól függ, hogy kinek melyik hasonlat tetszik. A focis hasonlat mostanában jobb. Tehát úgy gondolom, hogy 2010-ben, hogyha a baloldalnak van erős politikai vezetője, illetve politikai szervezet és erős közössége, akkor nincsen kétharmada Orbán Viktornak. Akárhányszor nézem ugye nagyon sokat olvasok, tanulok, készülök én magam is, nézem a számokat, nézem az adatokat, hogy mi mindenben csúsztunk le az elmúlt 10 évben. Méghozzá egy olyan elmúlt 10 évben, és ezt mindig hozzá kell tenni, ami a magyar történelem során olyan ritkaság számba menően, amikor a világgazdaság és az európai gazdaság így növekedett folyamatosan. Soha nem volt olyan kormány, aminek ennyire bő zsákja lett volna, és ilyen pénzeső zuhant volna rá, mint az Orbán kormányra. És így megcsinálni azt, hogy mondjuk négyszeresére nő az időskori szegénység, így megcsinálni azt, hogy a PISA-teszten a magyar gyerekek tudása gyakorlatilag lejtmenetben van. Így megcsinálni azt a fajta szétszakított társadalmat, amit így élünk, amiben élünk, vagy így lerohasztani az egészségügyet, amikor még pénz is lett volna rá, hát azt tudom mondani, hogy ez valószínűleg rekorder az európai politikában. Mit szóltál, amikor a kedves férjed úgy döntött, hogy akkor létrehozza a demokratikus koalíciót? Így az volt, hogy Feri, én ezt nem. Én ezt még nem csinálom még én egyszer. Nagyon végig. Örültem. Örültél nem, neki? Én nagyon örültem. Nekem a DK az első párt, amiben beléptem. Én előtte nem voltam párttag. Én saját magamat mindig úgy képzeltem el, mint igazi köztisztviselő. És nagyon örültem a DK megalakulásának, és egy hihetetlen erős összetartó közösség épült, ami hát ma már sok százezer emberből áll. Akkor, amikor beléptél, akkor gondoltál arra, vagy egyáltalán fölmerült, hogy egyszer te leszel a miniszterelnök jelöltje? Nem. Az, hogy aktívan politizáljak, az ugye nagyon régóta fölmerül. Én amióta felnőtt lettem és elkezdtem dolgozni, én azóta nagyon sokat járom az országot és beszélek. Köztisztviselőként is egyébként ez volt a feladatom 2003-ban, amikor a fejlesztési hivatalnak voltam az elnök helyettese, akkor az volt a dolgom, hogy jártam az országot, önkormányzatoknak, polgármestereknek tartottam előadást, és magyaráztam, hogy hogyan kell majd az Európai Uniós pénzekre pályázni. És próbáltam bennük tartani a lelket, hogy sikerülni fog előbb vagy utóbb. Tehát ez a fajta szereplés, ahogy szervezem az embereket, meghallgatom őket, elmagyarázom, hogy én mit gondolok, megértem, hogy ők mit akarnak másként, és akkor megpróbálom megváltoztatni a jogszabályokat, vagy éppen a rendeleteket, ugye ez úgy mindig benne volt az én életem, és amikor Feri miniszterelnök volt, akkor én egy rendkívül aktív miniszterelnök feleség voltam. Akár a Merák ellenes küzdelemben, akár pedig éppen a politikai küzdelemben nagyon aktívan részt vettem. Egy first lady-nek azért valamennyire ez is a dolga, nem? Magyarországon nem.
Tehát, hogyha megnézed, akkor a magyar miniszterelnök feleségek túlnyomó többsége az nem nagyon szerepel, nem nagyon látod őket, nem nagyon, sőt az elnök feleségek is kifejezetten. Még igen, a Lévainak nincs az arca így előttem, hogyha most így. Ugye ő a Léva Janikó, az Orbán Viktornak a felesége, őt így nem? Tehát ez nem olyan, mint Amerikában, ahol az ember kénytelen feleségként is ezt csinálni. Ez valószínűleg inkább az én egyéniségemből következett, hogy más habitusúak vagyunk, úgyhogy Magyarországon nincs erre feladat. Tehát az, hogy vállaljak politikai szerepet, az nagyon erősebb benne volt a DK közösségében. De én mindig úgy gondoltam, hogy ó, az bőven elég. Én járom az országot, mondom a magamét, próbálom meggyőzni az embereket, hívom őket, hogy jöjjenek a DK-ba, meghallgatom őket, és ez biztos elég lesz. Ez nem csak az országot jártad, ugye, hanem egészen Brüsszelig küldött téged a párt, vagyis hát igazából a szavazók. Mentél Brüsszelbe, ott az Európai Parlamentbe. Viszont nektek van egy pici gyereketek még, a Marci. Ő milyen felosztás vagy? Hogy van ez, két laki életetél? Vagy veled van kint Brüsszelben, vagy itthon van a Ferivel? Vagy hogy van ez leosztva? Mennyire kényelmes ez egyáltalán neki? Az első, tehát vegyük a Covid előtti időszakot. A Covid előtti időszak, tehát elvileg normál menetben azért úgy néz ki, hogy én kedden reggel 4-kor elindulok otthonról, hajnal 4-kor, és csütörtökön este olyan 8 óra körül hazaérek. Tehát 3 teljes munkanapot vagyok Brüsszelbe, hétfőn és pénteken pedig itthon dolgozom. Ez azt jelenti, hogy 2 éjszakát nem vagyok otthon. Uh-huh. Én azt tudom mondani, hogy egy 3 műszakban dolgozó ápolónő az nehezebben szervezi meg az életét, mint én. És ebben nagyon jó rá is állt a család. Marci főleg Ferivel volt, aztán amikor Ferinek volt valami programja, akkor az édesanyámmal volt, és hát ugye vannak nagy gyerekeink, akik boldogan vetették bele magukat a testvér pesztrálásába. Szegény Tamás fiam, ő ugye a legkisebb volt eddig, azért most már ő is 23, most már lassan 24 éves lesz, ő akart világéletében mindig kis testvért, hogy legyen, hogy mást küldjenek mindig le a lépcsőn, a nagyok ne őt. Tehát mire a kistestvér megszületett, addigra már nem küldi le a lépcsőn. Úgyhogy a nagyok is nagyon sokat segítenek, úgyhogy jól viselt el. És most, amikor beütött a koronavírus válság, és nem lehetett utazni, Marci kiköltözött velem Brüsszelbe, és mi akkor ott voltunk ketten. Ugye nem akartam, hogy a nagymamához is közel legyen, tehát azért mindenkit próbáltunk védeni valamilyen módon, úgyhogy ez egy nehéz időszak volt, és amikor tudott a Feri, akkor jött. Most hál' Istennek már lassan mindenki be van oltva, úgyhogy kicsit talán könnyebb lesz az életünk. Húztatok egy ideig a mézes madzagot, aztán anyák napján csak bejelentettétek a nagy hírt. Most mondanám azt, hogy nagyon meglepődtünk, meg hogy mindenki, de közben meg nem. De közben meg valahol meg mégis, mert lehet, hogy azért független attól, hogy valaki szimpatizál a DK-val, vagy az ellenzéki összefogással, titkon mondjuk remélte, hogy a DK vagy nem jelent be, vagy nem téged jelent be miniszterelnök jelöltnek. Nem félsz egyébként mondjuk, hogyha ez most nem sikerül, akkor az egyébként a most induló és egészen felfelé ívelő politikai karrieredet azt így derékba töri? Nem így kalkulál az ember, vagy legalábbis én nem ilyen vagyok, aki így kalkulálok. Az én számomra a legfontosabb döntési szempont az az volt, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy Orbán megbukjon 22-ben, vagy nem. És ez ugyanaz, mint amire visszatértünk az előbb, hogy az ember elbújik, bemegy a sarokba, inkább visszavonul, bedugja a homokba a fejét, vagy pedig beleáll és megküzdi. És amikor egyértelmű lett számomra, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni, én le tudom győzni Orbánt, ráadásul nem csak le kell győzni, hanem utána kormányozni is kell. És az a tudás, amit én az elmúlt években felhalmoztam, és az az erős közösség, ami mögöttem van, az garanciája annak, hogy fogunk tudni Orbán után kormányozni. Senki ne aggódjon. Hallom én ezeket a hangokat, hogy jaj, mi lesz. Meg fogjuk tudni csinálni. És amikor ez szerintem nem ez a kérdés, inkább a kérdés az, hogy hogyan. Nem? Tehát nem az a kérdés, hogy fogtok-e tudni, valószínűleg fogtok. Hogy hogyan, abban biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban, mint most Orbán. Biztos, hogy vannak olyanok a politikában, akik ezt így mérlegelik, hogy ú, de jó, most 22-t megúszom, akkor 26-ban én lehetek az ász. De én nem így mérlegelem. Tehát én tényleg úgy gondolom, hogy az, amerre most az ország megy, azt meg kell állítani. 22-ben meg kell állítani Orbán Viktort. És ehhez mindenkinek minden erejét latba kell vetni. Én azt kértem a szakértőimtől, azt kértem a munkatársaimtól, hogy legyen egy nagyon részletes forgatókönyvünk. Arra
de csak arra, hogy 50% plusz egyen nyerjük meg a választásokat, tehát hogy nincs kétharmadunk. Ha kétharmadunk van, akkor nagyon sok mindent meg tudunk oldani. De meg kell tudnunk oldani az alapvető problémákat 50% plusz egyel is. És nagyon sok kifejezetten jó minőségű, néhol kreatív és szellemes, de olyan javaslat van most már a birtokomban, értelemszerűen az ellenzéki közösség birtokában is, jogászoktól, államigazgatáshoz értőktől, pénzügyjogászoktól, ugye én magam is pénzügyjogász vagyok, ami azt biztosítja, hogy igen, nyugalom, kormányt fogunk alakítani, lesz költségvetésünk, vissza tudjuk szedni az ellopott vagyonokat, és meg fogjuk tudni oldani azokat a legfontosabb dolgokat, amelyeket az választópolgároknak megígértünk. És tudom, hogy mindenki kíváncsi az ilyen kisebb-nagyobb részletekre, jó? De akkor és hogyha Áder nem ad kormányalakítási megbízást? Azt majd elmondod a Partizánnál, az egy másik platform. És azt a türelmet kell kérni a választópolgároktól, hogy adjanak felhatalmazást arra, hogy meglépjük ezeket, visszaszedjük a közvagyon, tudjunk kormányozni, adjanak arra felhatalmazást, hogy ezt jogállami eszközökkel tegyük meg a jogtechnikai részekről. Beszéljünk április 22 után, ha 20, vagy 22 áprilisa után. Mennyire tartott, hát hogy mondjam, mennyire jó ez az ellenzéki összefogásnak egyébként, hogy a legnépszerűtlenebb politikusnak titulált feleségét jelöltették be, vagy jelöltetik miniszterelnöknek. Azért a gyurcsányozás az, hát hogy mondjam, divat, meg igazából most már tényleg kabaré egyébként, hogy mennyire mindenről a Gyurcsány tehet, tehát hogy azért voltak olyan dolgok, ami már elgondolkodik az ember, viszont most már tényleg annyira kontraproduktívra sikeredett ez szerintem, hogy ez tényleg egy kabaré lett, hogy most már tényleg mindent tudunk, mindenbe ugye most, hát itt legalább nem kell keresgetni a háttérben meghúzódó Gyurcsány szállat, mert itt ül előttem, de hogy egyébként mindenhol ezt keressük. Na de viccet félretéve, hogy mennyire tesz ez jót? Mert azért nyilván, tehát mondjuk a billegők esetében, vagy mondjuk egy, nem tudom, egy jobbikos esetében, aki még ilyen kőjobbikos. A demokratikus koalíció a legerősebb ellenzéki párt, úgy, hogy Gyurcsány Ferenc a vezetője. A 2019-es önkormányzati, sőt, kezdjük onnan, a 2018-as európai parlamenti választásokon a demokratikus koalíció ért el a legjobb ellenzéki eredményt, úgy, hogy Gyurcsány Ferenc a vezetője, és ráadásul én voltam a listavezető. 2019-ben a legtöbb Budapestet és a legtöbb kerületet és a legtöbb nagyvárost visszaszereztük a Fidesztől, úgyhogy mindegyik polgármester, mindegyik képviselőjelölt az ellenzéki oldalon Gyurcsány embere volt, hatalmas plakátokon volt együtt Karácsony Gergellyel, és nem is tudom, Botkával, meg ki mindenkivel. És megnyertük. Sőt, tudod mit? Akkor lehet, hogy ez egy jó ómen. Így fogjuk megnyerni 22-t is. Csak még mindig ez van, tudod, hogy miért hinni el bárki is az, hogy most nem ugyanúgy Gyurcsány fogja irányítani ezt az országot, csak éppen a te arcoddal, tehát hogy te arcodat tesszük ki. Miért kéne ezt elhinni el bárkinek? Mert ez egy teljesen más kormányzás lesz. Sőt, tudod, mit mondok neked? Én egy olyan miniszterelnök leszek, kicsit ilyen Angela Merkel talán az, ami politikai értelemben a legközelebb áll hozzám, aki tényleg első az egyenlők között. Tehát miközben a magyar közjogi rendszer a miniszterelnököt egy nagyon kiemelt helyzetbe teszi. Egy személyében tényleg mindent eldönthet ebben az országban. 22 áprilisa után először a magyar történelemben egy igazi, széles nemzeti koalíció fog létrejönni. A jobb oldaltól, a bal oldalig, a zöldektől, a liberálisokig mindenki benne lesz ebben a koalícióban. Egy ilyen széles és sokszínű koalíció csak úgy lehet összetartani, hogyha az ember minden egyes döntést nagyon alaposan végigbeszél, meghallgatja a másik felet. Itt nem lesznek olyan törvényjavaslatok, amelyek kipattannak valakinek a fejéből vasárnap este, és hétfőn már szavaz róla a parlament. Mert egyébként nem szabad így törvényeket alkotni, mert meg a koalíciónak nem ez a sajátossága. Nagyon szeretném a magyaroknak visszaadni azt a tudást és azt a hitet, hogyha egy törvényjavaslat vagy egy döntés előtt beszélgetünk és vitatkozunk, akkor abból jobb döntés születik. Ha egy alkotmányt szélesen, sokan megbeszélünk, megvitatjuk, különböző szempontokat figyelembe veszünk, akkor nem kell szégyenszemre, mert tényleg vérciki egy
alkotmányt évente 3-4-szer módosítani. Hát tényleg ilyen ország a világon nincs. Fél, még nem kerek a szám, még csak 9 volt. Na jó, majd most a jubileum. Igen, 10-e. Úgyhogy ez egy teljesen más stílusú kormányzás lesz. Ez tényleg egy közös kormányzás lesz, ahol a miniszterelnök az első az egyenlők között, és nem a vezér. Házastársak vagytok, és hát nagyon fura lenne azt gondolni bárkinek is, hogy nem viszitek haza a munkát. Mondjuk, ha fordított esetben Orbán Viktor, hát hogy ezzel a szó fordulattal éjjel csinálna családi bizniszt a politikából, és mondjuk ő jelöltetni, vagy az ő felesége lenne először ugye EP képviselő, majd miniszterelnök jelölt. Te erről hogy vélekednél? Nem ez lenne a kommunikációban, hogy de hát az egy családi biznisz? Ezt nagyon részletesen végigkérdezték tőlem, amikor EP lista vezető lettem. Talán már nem emlékszel rá, de 2004 szeptemberében, amikor a Feri miniszterelnök lett, akkor én a fejlesztési hivatal elnök helyettese voltam. Ráadásul én voltam régebben az államigazgatásban, mert én ugye ott kezdtem dolgozni. Mégis teljesen természetes volt az, hogy ha a férjem miniszterelnök, akkor én lemondok, és ki is léptem az államigazgatásból. Lemondtam, mint fejlesztési hivatal elnök helyettes, és kiléptem az államigazgatásból. Azért, mert egy hierarchikus rendszerben az ember nem lehet férj és feleség. Magyarországon, egyébként Norvégiában például a partnerem az éppen az aktuális miniszterelnök férje, felesége volt, de Magyarországon ez nem lehet. Nagyon más a helyzet akkor, amikor választott tisztségről beszélünk. Mert ott nem kineveznek valakit, ott nem valaki eldönti ilyen igazi, hogy mondjam, fideszes családtámogatási módszerrel, hogy akkor most én kinevezem őt ide, vagy oda, vagy amoda, hanem ott a választópolgároknak kell eldöntenie, hogy egyébként őket zavarja, vagy nem zavarja az, hogy kinek a fia, lánya, felesége, férje, borja, nem tudom. De az, hogy jelölt legyél, azt nem az emberek döntötték el, hát az párton belül. Az, hogy jelölt legyek, az pedig a párt dönti el, a párt vezetői döntötték el. És az, hogy a demokratikus... Aki történesen a férjed. Nem, hanem az elnökség. Tehát azért ez egy sokkal szélesebb grémium, és ráadásul nagy beszélgetések és viták vannak. De ami a legfontosabb, hogy az, hogy milyen eredményt hozott a demokratikus koalíció az európai parlamenti választásokon, az utólag egyébként igazolta azokat, akik úgy gondolták, hogy nem probléma az, hogy én Gyurcsány Ferenc felesége vagyok, hiszen soha nem látott eredményt, és nagyon sok plusz szavazót tudtam én magam bevonzani. Maguk a szavazók mondták azt, hogy igen, vállaljak politikai szerepet. De azért jogos, amit kérdezel, mert az, hogy én korábban nem vállaltam politikai szerepet, az épp ennek az ilyen aggodalom volt, hogy vajon meg tudom én mutatni a független arcomat? Látszik rajtam az, hogy nekem nagyon határozott véleményem van a világról, ami persze sokakkal megbeszélek, különösen megbeszélem a férjemmel. De ettől függetlenül, attól, hogy valakinek a felesége még tud önálló személyiség lenni, elfogadják ezt a magyar emberek? Bennem ezek nagyon-nagyon erős dilemmák voltak és kérdések voltak, és az, hogy 2019-ig kellett, vagy 18-ig kellett várni, 19-ben voltak az EP választások, hogy 2019-ig kellett várni azzal, hogy én egy választott politikai tisztségért induljak, az többek között ennek köszönhető. De hogy érzed, egyébként tudsz autonóm személyiség lenni? Vagy nem arról van szó, hogy Gyurcsányban már nem bíznak az emberek, de akarjátok, hogy még azért családon belül maradjon ez a buli, és akkor most jön a Klára, aztán, hogyha majd benned nem bíznak, akkor is legyen a Marci. Vagy igen, vagy a Tamás. Nem. Igen. Nem. Ilyen cél nincsen. Én úgy látom, hogy igen. És azt is látom, hogy az elmúlt években, amióta EP képviselő lettem, majd az Európai Parlament alelnöke lettem, szinte be is bizonyítottam a magyar választóknak is, hogy egy önálló, független személyiség vagyok. Legutóbb a Telex... történetesen nagyon szereti Gyurcsány Ferencet. Igen. Figyelj, szerintem kisebbségben, hogy ezzel lehet az országban. Hát, ahogy látom egyébként, egyre kevésbé. Hát legutóbb ugye a Telex interjútban olvashattuk is, hogy a sajtófelelősségét is megemlítetted ezekben a dolgokban. Ugye pont a Telex volt az, aki most egy nagyobb interjú keretein belül a bejelentésed után az első nagyobb megszólalás lehetőségét biztosította neked. Azonban ők azt írták, hogy elküldtek neked még két kérdést, amire már nem voltál hajlandó válaszolni. Erre miért nem válaszoltál? Mert hogy ugye pont azt mondta, hogy a sajtó, hogy hát nem eléggé kérdez, ha megkérdez, akkor most nem válaszolunk, ez egy kicsit ilyen visszás. Dehogy nem. Minden kérdésre egyébként mindig válaszolok. Nem tették fel ezeket a kérdéseket ott szóban, ott lett volna időben, nagyon sok idő volt, hogy később mondták, hogy később jutott az eszükbe még két kérdés, és ezért
kifejezetten az volt a válaszom, hogy oké, akkor ne ebbe az interjúba rakjuk bele, állok rendelkezésre következő interjúra. Az egy nagyon kompakt és egybelévő interjú volt, és egy jól megszerkesztett, jó interjúban nagyon nehéz utólag majd belecsempészni egy-egy kérdést. Nem tették ott föl, de majd következő alkalommal fölteszik. De miért olyan nagy titok, hogy adtál a kölcsön Ceglédi Csabának? Egyáltalán nem titok, sőt azt hiszem, hogy nincsen olyan újság, aki ne írta volna rá, hogy nem adtam kölcsön. Sőt, nincsen újság, aki nem írta volna rá, hogy már minden pert ezzel kapcsolatban meg is nyert Ceglédi Csaba. Európai Uniós pénzt nem adtam kölcsön Ceglédi Csabának. És érzékeltél valamit az Altus Kft-n? 2018 óta indult nyomozásra volt. Titkos megállapodásod a Telex-el? Figyelj, nem. Kérdezem, igen. Érzékeltél-e valamit? Köszönöm. Mikortól? 2018-tól. Jól csinálod, igen, jól csinálod. Igen, az Altus Kft. Altus? Altus Kft. Igen. Nem, semmi. Tehát ez egészen elképesztő tényleg, hogy a fideszes politikusok próbálják kézivezérelni a rendőrséget, meg próbálják kézivezérelni ugye a pénzügyi felügyeleteket is. Hát azért még ott is dolgoznak normális emberek, tehát a nagyon vicces tanúkihallgatásokon vettem részt, ahol egyébként láttam a velem szemben ülőn is, hogy de kínosan érzi most itt magát. De ne kezdjen el a Fidesszel küzdeni, aki ezt kellő humorérzékkel és kellő erővel nem bírja, mert ezt csinálja. Hozzájuk kell, az biztos. Ami viszont nem annyira vicces, nem annyira humoros, ugye hát azért van nekünk egy koronavírusunk, és aztán Gyurcsány a hibás. Egyébként a Covid érdek, utána most már az oltás ellenesség és minden egyéb ilyen dologért. Ugye ti azon az állásponton voltatok, hogy azokat az oltóanyagokat használjuk, amit az Európai Bizottság jóvá hagyott, ugye? Na most itt volt több olyan keleti oltóanyag is, amire talán ezt a DK hívta fel a figyelmet, hogy ezzel jobb lenne egy kicsit óvatosan, ezzel jobb lenne egy kicsit vigyázni. Most így egyébként visszatekintve az oltás sikerességét látva, lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor megmentett emberi életeket azzal, hogy ezt a döntést meghozta? Nem. Nem. És Orbán Viktor lelkén nagyon sok ember élete szárad. Ugye nagyon sokszor elmondtuk, hogy drámai, hogy milyen sokan haltak meg a koronavírusban Magyarországon, és ennek egyáltalán nem kellett volna így lennie. Ráadásul a védekezést azt egy ilyen sportversenyként fölfogni, vagy másképp fogalmazok, a védekezést is sportversenyként fölfogni, az meg egész egyszerűen hajmeresztő. Ahelyett, hogy fogta volna Orbán, és azt mondja, mint ahogy az elején kijelentette, hogy a védekezés sikerét emberéletekben mérjük. És ezzel mélységesen egyetértek. Nem tudok elképzelni olyan mérőszámot egy miniszterelnök számára, amit ne kellene minden nap vizsgálnia, mint az, hogy a rábízott emberek életét meg tudja menteni. Nem tudok elképzelni ennél magasztosabb feladatot egy miniszterelnöknek, és nem tudok elképzelni egy aljasabb dolgot, amikor egy miniszterelnök fogja magát, és mindenféle egyéb, és nem érdekel, hogy korrupció, nem érdekel, hogy azért, mert a kínaiaknak megígértük, nem érdekel, hogy azért, mert nem hajlandó szembenézni azzal, hogy gyakorlatilag tönkretette az ANTS-től kezdve az egészségügyi ellátórendszert. De amikor egy miniszterelnök nem hajlandó első számú feladatának azt tekinteni, hogy emberi életeket ment, az dráma. Hát mi egy miniszterelnök feladata? Orosz rulettet játszani? Most odaadok neked egy pisztolyt, amiben van egy darab golyó, és megpörgetem, és hogyha nem locsantod szét az agyadat, akkor utólag azt fogod mondani, hogy tényleg jó ötlet volt, Klára. Dehogyis! Dehogyis! És megint azt mondom, az oltóanyag, ugye Boris Johnsonnak volt ez a szövege, miközben mindenki oltsa be magát, mert hosszú távon az oltás fog megoldást jelenteni. De rövid távon az oltás nem mentett életeket, de az, hogy semmi másra nem figyelt, csak megint le akarta nyomni a nem tudom én micsodát a sportversenybe, és azt akarta mondani, hogy mi legyünk a legelsők, ezért például kivette az orvosokat az ellátórendszerből. Engem Brüsszelben oltottak be, mert az Európai Parlamentnek is van egy oltási folyamat, egy hatalmas csarnokban, medikusok, tehát orvosegyetemisták oltottak, és egy darab orvos, intenzíves orvos volt a sarokban, hogyha véletlen valakivel baj van, akkor azt helyrehozza. És na, egyébként 25 különböző helyen oltották az embereket. Egy orvos. És az összes többi életet mentett bent a kórházakban.
Nálunk pedig éppen a szervezetlenség miatt, éppen azért, mert nincsen senki, aki azt mondaná, hogy bocsi Viktor, hülyesség, amit mondasz, rossz döntést hoztál. Ezt nem lehet ma elmondani a miniszterelnöknek. Hát milyen világ ez? Ilyen játékunk volt már Jakab Péterrel is, játék. Ez egy kicsit más volt. Az lesz, hogy én mondok neked politikusokat, jelen esetben mondjuk miniszterelnök jelölteket, és az első szó, ami eszedbe jut róluk, tehát nem kell körülmondani, csak egy szó, jó? Hát akkor kezdjük is Jakab Péterrel. Jó szónok. Az két szó? Hát, aha, igen. Jó, mindegy, jó. Figyelj, elnézzük. Vagy hát egybeírjuk. Jó szónok. Egybeírjuk. Jó szónok. Írjuk egybe. Igen, mert hogy önmagában a szónok, az pozitívan akarta megfogalmazni. Önmagában a szónok, az nem pozitív, de ő nagyon jól beszél. Márki-Zay Péter. Őszinte. Fekete Győr András. Bátor. Karácsony Gergely. Nagyon kedves. Megint egybe. Nagyon kedves. Nem értettük, miért megyük újra a szabályokat? Nem tudom. A kedves az pozitív, így is, úgy is. Az kedves. Nagyon kedves. Nagyon kedves. Pálinkás József? Tekintélyparancsoló. Múltkor kihagytam a Mi Hazánkot, és nem akarom, hogy most kihagyjam. Torockai? Az nem szerepelt a szabályok között, hogy csak jót lehet róla mondani, ugye? Azt mondtam, az első szó, ami eszedbe jut. Isten ments. Ez megint kettő. Jó van, Klára, figyelj! Ezen elbuktam ezen a feladaton. Bevágjuk az elejére, hogy az első két szó, ami eszedbe jut, és akkor jó lesz. Jó lesz. Valahogy megoldjuk. Na, és az a kérdés, amit föltettem Jakab Péternek, az tőled is érdekel, hogyha esetleg nem te nyernéd a miniszterelnök jelöltséget, tehát a miniszterelnök jelöltséget folytatott. Ő nem szerette, hogy versenynek hívom, de az egyszerűség kedvéért hívjuk ezt versenynek. Kit látnál ott szívesen, kire mondanád azt, hogy ha nem én, akkor ő? Minden porcikámmal azon vagyok, hogy én nyerjem. És így is fogom befejezni. Olyan mérhetetlen módon hiszek abban, hogy meg tudom nyerni, és tudok kormányozni, hogy alapvetően ez a legfontosabb, ami most a fejemben van. És nem tartasz más alkalmasnak? Bárki fogja nyerni. Be fogok állni mögé. Bárki fogja nyerni, az egész ellenzék ott fog mögötte állni. És most határozottan az a hitem, meggyőződésem, hogy én ezt meg tudom nyerni, és hogy jó az országnak, ha én megnyerem. Ez ki fog derülni, de még előtte a nézői kérdésekre válaszolnod kell, ezt is csak röviden, úgyhogy jövünk vissza a nézői kérdésekre, amit most kivételesen nem a Patreonon tettem fel nektek, hanem itt a nagy közönség kérdezhetett. Úgyhogy most ezzel jövünk. Jakab Péter ugye erre az egyszavas játékra, amikor a DK-t említettem, ő azt mondta, hogy szükséges. Mi a véleményed erről? Teljesen igaza van. Politikai szükségszerűség az, hogy mi egy színpadon álljunk, hogy összefogjunk, de azért szükséges, hogy ez egy jobb ország legyen. Eldöntöttük, hogy együtt indulunk, és azt láttam, hogy mindenki nagyon fegyelmezetten tartja is magát ehhez. Nem érzed úgy, hogy későn vállaltál gyereket? Vagy nagyon korán? Ugye most én vagyok az, aki nagyon korán is vállaltam gyereket, meg nagyon későn is vállaltam gyereket. Ugye amikor Anna született, akkor 24 éves voltam, ez a mai világban már nagyon fiatalnak számít, és amikor Marci született, akkor pedig 43. Uh-huh. És mind a kettőt nagyon élvezem. Mit jelent a korrupciós vészhelyzet, amit meghirdetnél kormányra kerülve? Az azt jelenti, hogy a kormányra kerülést követő hónapokban egyébként nagyon sok olyan intézkedést kell tennünk, amivel egyrészt megakadályozzuk, hogy eltűnjenek azok a vagyonok, amelyek adott esetben büntetőeljárásban elkobozhatóak lesznek. A büntetőeljárásokat, azokat a független bíróságnak és rendőrségnek kell nyomozni, bíróságnak pedig lefolytatni. Kettő, hogy át kell alakítanunk a közigazgatást úgy, hogy ne is lehessen soha többé egy olyan oligarchikus rendszert kiépíteni a közbeszerzésekkel, európai pályázatokkal, mint amit az Orbán kormány kiépített. És a harmadik, hogy éppen azért, hogy ez hatékonyan és gyorsan menjen, azonnal be kell lépnünk az európai ügyészségbe. 150 ezeret adna a nyugdíjasoknak, mégis miből? Amit az elmúlt napokban mondtam, programpontokat, azok mögött nagyon komoly számítások vannak. A 150 ezer forintos nyugdíj kiegészítése nagyjából egy 350 milliárd forintos plusz költséget jelent. Csak a stadion az kell. Hát egyébként éppen azt akartam mondani, hogyha stadionokban mérjük, de mérjük valamit sokkal durvábba.
tavaly év végén, novemberben több mint 1200 milliárd forintot szórt ki a kormány ész és értelem nélkül mindenféle felesleges támogatásra. Ebből nem a 150 ezer forint, hanem ennek a háromszorosa is kijött volna. Sőt, olyan elképesztő mennyiséget költ a kormány felesleges presztízsberuházásokra évről évre, miközben a GDP arányához mérten, tehát az ország gazdagságának arányához mérten csökkent a nyugdíjkifizetés, csökkent a szociális támogatás, csökkent az egészségügy, csökkent az oktatás. Tehát onnan elvették a pénzt, azt a plusz pénzt, amit megtermelt az ország, és odaadták hát mindennek, stadionnak, templomépítésnek, egyedi gazdasági döntéseken, a saját oligarcháiknak, döbbenetes pazarlás zajlik. Sportolsz valamit? Igen. Mit? Kétfajta sportot űzök, az egyik, ami legfontosabb, hogy jógázom, és az nagyon sokat segít, és nagyon erőssé is tesz. A közhiedelemmel ellentétben a jóga az egy erős izomépítő sport is, nem csak nyújtó. Én tudom, én egyszer próbáltam, és szerintem a lefelé néző kutyában maradtam volna, hogyha nem szednek össze. Tehát, hogy az tényleg egy durva dolog. Nálam a fiaim kezdtek el nevetni rajtam, hogy ők konditeremben járnak súlyokat emelgetni, ez mennyivel komolyabb dolog, mint jógázni, és egyszer elvittem magammal őket jógázni, és pontosan 20 percig tudták gyakorlatokat végezni, és azóta nem hallok tőlük kritikus megjegyzést. És futok, bocsánat, még az voltam. Azt Feri is. Igen, de azért mondjuk olyan hosszúakat nem tudok, mint a Feri, mert azért olyan maraton, félmaratonokat futott, most ő is azért rövidebbeket fut, ilyen 5 kilométereket szoktam futni. Zavar, hogy a sajtó sokszor csak Gyurcsánynéként hivatkozik rá? Hát azon inkább nevetek. Egyébként Gyurcsányné vagy? Nem, Dobrev Klára vagyok. Egyetlen egy Gyurcsány név volt, tehát most már nincsen, az a Katus mama, ő volt Gyurcsány Ferenc név. Számoljuk ciklusokba, mondjuk hol látod magadat 8 év múlva? Azért nehéz erre válaszolni, mert ha megkérdezed, hogy hol látom magamat értelemszerűen 1, 2, 3 vagy 4 év múlva, akkor adja magát a válasz, hogy miniszterelnökként. Már csak azért is, mert nagyon-nagyon rajta vagyok, tehát hogy minden porcikámmal ezen dolgozom, mert látom, hogy ezt az országot ezt meg kell változtatni. Viszont éppen Orbán példája azt is mutatja, hogy csak az menjen miniszterelnöknek, aki pontosan tudja, hogy ez egy véges foglalkozás. Hogy a demokráciának éppen az a lényege, hogy fog jönni valaki, aki okosabb, szebb, fiatalabb, erősebb, nagyobb politikai támogatottsággal rendelkezik, vagy éppen abban a pillanatban más, és az országnak arra van szüksége. Aki nem tud azzal megbirkózni, hogy nem lesz ennek az országnak örökre a miniszterelnöke, hanem lehet, hogy csak egy évig, lehet, hogy 3, lehet, hogy 4, lehet, hogy 8, lehet, hogy 12, de hogy tessék megérteni, hogy ez egy olyan feladat, ami idéglenes és nem örök életre szól, ha ezt megérti az ország következő miniszterelnöke, akkor már nagyon nagyot tettünk a demokrácia felé, és ez az, amiben Orbán elbukott. Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek, minden info ott van a videó alatt, láthatjátok, nézegethetitek Lárának a közösségi oldalait, az enyémeket is. A webkanapén, bocsánat, az egy kanapén most búcsúzik, de akkor le is lőttem a poént, hogy a webkanapénnal viszont jövünk, ami egy egészen új helyszínen egész majd forogni. Egy kicsit még várnatok kell, de ígérem, hogy addig sem maradtok tartalom nélkül. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy az egész évadban itt voltatok és ennyien néztetek. Ez egy giga, mega, maratoni hosszúságú évad volt, de hát ez a politikusok miatt van, mert hogy a celebritások mellett közéleti szereplőket is meghallgattunk ebben az évadban. Köszönöm nektek még egyszer, és hát egyébként találkozunk jövő héten, ettől függetlenül legyetek jók, sziasztok!